Szeretettel és tisztelettel köszöntöm ennek a megemlékezésnek valamennyi részvevőjét. Mindenek előtt köszönettel szeretném kezdeni. Én ezelőtt már hetekkel, hónapokkal gondolkodtam azon, hogy Jézus Isten eltelt 10 év, és hát jó lenne valamilyen megemlékezés ebből az alkalomból. Nem azért, amit Lánk úr mondott, hogy kaptunk egy marha nagy pofont, de arra nem vagyunk nagyon büszkék, de arra, amit csináltunk, arra igen. Tehát elnök úr, Sesták elnök úr szólt nekem, nem tudtam róla, csak akkor már, amikor olyan stádiumba került, hogy itt a egykori kormányülés színhelyén lesz megtartva ez a megemlékezés, és hogy szeretettel meghív engem, és ahogy a megyeközgyűlésnek a szervezésében történik ez a megemlékezés és a vízügy, nagyon-nagyon köszönöm, mert én azt gondolom, hogy a hétköznapokban jó, ha megállunk időnként, és ünnepelünk. Van mit ünnepelni. Én akkor elmondott nagyon-nagyon fontos számadatokat. Vízügyi szakemberek elmondták, hogy milyen szakmai szempontok voltak. Főosztályvezető elmondta a terveket, államtitkárnak azt, hogy van remény, hogy itt közmunkával egyébben is tovább tudjuk folytatni a védekezést, ezért én néhány olyan személyes dologról szeretnék beszélni, ami nem biztos, hogy 10 évvel ezelőtt alkalmas lett volna a sajtó számára. Azért nem lett volna alkalmas, mert a sajtó szeret szenzációt csinálni dolgokból. Hát én kezdeném azzal, hogy körülbelül napra 10 évvel ezelőtt, mi már azért Istenes úrékkal, Kazakas úrékkal már itt voltunk a helyszínen, itt védekeztünk. Ma ugye 4-e van és 6-a a gátszakadás napja, tehát 2 nappal előtte már itt voltunk, és 5-én este a mostani TV2, nem az MTV2, az akkori TV2, egyik riportere megkérdezte tőlem, hogy mondjak valamit, hogy mi az árvízi helyzet, és én azt mondtam, hogy az lenne a jó, ha a kormány elrendelni a rendkívüli veszélyhelyzetet. Hogy mindenki értse, ha elrendeli a kormány a rendkívüli veszélyhelyzetet, akkor nem a megyei viszmájok keretből kell fedezni az árvízi védekezés költségeit, hanem én megrendelek, a kormány meg fizet, ami nem mindegy azért. Év elején vagyunk, és a viszmájok keret akkor olyan 100-150 millió fontos nagyságrendű volt egy évre. És hát ugye én kértem a vízügyön keresztül, hogy a rendkívüli veszélyhelyzetet, minden esetre Orbán Viktor miniszterelnök úr akkor is 10 évvel fiatalabban látszik itt ott a képeken, hogy milyen fiatal volt még a miniszterelnök úr. A tetteken bele volt, és hajnalban valahol itt voltam kint a gátakon, telefonáltak, hogy kedden reggel, tehát 6-án reggel érkezik a miniszterelnök úr, és a társaságában jön Fónagy miniszter úr, Bakondi úr, Pintér, Sándor belügyminiszter úr. Annak rendje módja szerint természetesen visszarepültem Nyíregyházára, de én Kazakas úrékkal nem tudtam egyeztetni, hanem azonnal ugye a repülőtérre mentem a miniszterelnök úr elé. Megérkezett a kormányhelikopter, a miniszterelnök úr meglátott engem tetőtől talpig gumicsizmában, meg ebbe a szerelésbe, ebbe a katonai szerelésbe. Azonnal megkérdezte, hogy Laci, háború van? Nincsen, Viktor, de van itt valami egyéb. Nagy baj. Azonnal döntött, hogy nem megyünk megyeházára össze-vissza, menjünk a vízügyhöz. Hallani akarta ugye a szakemberektől, hogy hol tartunk. És hát én ugye hajnalban Iván Iváncsóval beszéltem, mi közvetlenül tudtuk egymást hívni, mert az ukrán megyei elnök, tehát Kárpátalja megyei elnöke tökéletesen beszélt magyarul. Ő ukrán ugyan, de magyarul Kárpátalja területén jól beszélt. És akkor hajnalban nekem azt mondta Iván Iváncsó úr, hogy Laci, 30 gátszakadásunk van Rahónál, annak az oszlopnak a tetejét se látjuk, amiben 100 éve mérjük a vizet, elképesztő, ami van nálunk, nem vagyunk urai a helyzetnek, nagyon nagy vízre számítsatok, nagy baj lesz nálatok is. Ugye, beérkeztünk, és
Hát ugye Fazekas úrnak kellett ott a térkép előtt adni be a jelentést, hogy mi történik, és akkor még a vízjelzőrendszer adatai szerint Fazekas úr teljesen igazat mondott, ura vagyunk a helyzetnek, minden rendben van, én nekem teljesen más mondott Iváncsó úr. Tudni kell azt, hogy több se kellett volna gyúrnak, ugye nem rendelték el korábban a rendkívül veszélyhelyzetet, azonnal nekem jött, hogy mit képzelek én, mit üzengetek én, ugye, a rendkívül veszélyhelyzetről a televízióban neki. Közöltem a miniszterelnök úrtól, van itt egy pár fültanú, tökéletesen tudja, hogy ugye miniszterelnök úr, te tudod azt, hogy én 100 milliót el akarok tőletek lopni, ezt nem így fogom csinálni. Fónagy úrnak meg közöltem, hogy én ehhez egy kicsit jobban értek, mert ő Budapesten nem nagyon tudja, én meg így. Miniszterelnök úr közölt, hogy na ne vitatkozzunk, akkor nézzük meg a területet. Elindultunk a repülőtérre, és én a Mi-8-osra, amivel berepültem, az jóval beljebb állt, mint a kormánygép, és úgy használtam, Pintér úr biztosította be, hogy nekem egy olyan rendkívül ronda mobiltelefon, de mindenütt volt térereje, vízbe is el lehetett ejteni, tehát fontos volt, hogy mindenhonnan tudjak telefonálni. És az ott a lényeg a dolognak, hogy mindig rezgősre állítottam, mert ugyanis a helikopter zajban nem lehet hallani. És ahogy zörög a telefon, kivettem a zsebemből, akkor jelentették Borpalád környékéről, vagy Kispalád környékéről, hogy átlépte a víz a gátat, és most jönti el a települést. Én azonnal ott telefonáltam a miniszterelnök úrnak, tudni kell, hogy a miniszterelnök úr a árvíz idején minden létező telefonszámát megadott nekem, otthon itt olyan mobilt, mert volt olyan, amikor ugye kellett közvetlenül az ő segítségre, vagy a belügyminiszterét. Hát rögtön hívtam és azt kértem, hogy a helikopterünket kövesse és repüljünk Kispalád térségében, mert ugye ott katasztrófa helyzet van. Kérem szépen a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, mire leszálltunk a géppel, érdekes módon tudta, hova jön, mert ő már gumicsizmával szállt ki, hát nem minden miniszter szállt ott azért gumicsizmával, és amikor önti el a falut az árvíz, azért gumicsizmával egy kicsit könnyen közlekedni. Na most ismerni kell engem, hogy a megyén én elég sok cirkuszt csináltam, sok szinten, azonnal közöltem főnagy úrnak, amikor síró emberek, meg a malac visít, meg repkednek a gyúgok össze-vissza, önti el a falut az árvíz, közöltem főnagy úrral, hogy János, most akkor én üzenek, vagy a helyszín? Orbán miniszterelnök az életben nem felejtem el. Megfut a karom, maradj egy kicsit, mentek a többiek elő, közölte. Délután kormányülés lesz. El fogjuk rendelni a rendkívüli veszélyhelyzetet. Olyan védekezési munkát rendelsz meg, amilyet kérnek a szakemberek, meg amilyet akarsz. Minden költséget vállalunk. Mondd meg az itt élő embereknek, újjá fogjuk építeni a házaikat. Egyre vigyázzatok, emberéletben ne essen kár, és minél kisebb kár keletkezzen. Azt gondolom, ekkor még nincs talpai rátszakadás, ez a délelőtti, a reggeli, mindenki tudja, hogy az csak előjáték volt. És bementünk a falu központjába, hogy még be tudtunk menni, a kormánygép elrepült, mi már kimaradtuk ott a kollégákkal, és már ugye mindig ketten voltak a kormányülés, már a délutáni kormányülésnél már a rádió, mire már a gátszakadás B2-kor bekövetkezett, akkor ugye már el volt rendelve a rendkívüli veszélyhelyzet. Én reggel már kértem miniszterelnök urat, hogy belügyminiszter urat, hogy küldjenek helikoptereket, mert a suhadás után nagyon nagy baj van. Hát Pintér urat, aki ismeri, hát ő azért nem éppen a határozatlan emberek közé tartozik. Épp épp óriási ilyen kőtömböket helikopterről próbálunk bedobálni ugye suhadásokhoz, meg már rátszakadás van, amikor az életben elfelejtem el, hogy közölte velem, hogy küldtem neked 10 helikoptert, azzal el lehet hordani Tokai hegyet, hogy nem tudjátok a gátszakadást elzárni, hát nem lehet. Na mindegy, tehát, hogy mondjam, így kezdődött. Aztán ugye az első
elsődleges védekezési koncepciója az volt Fazekas úréknak, hogy a 41-es vonalán víz tartató. Tehát még a Zsilipeket is lezártuk. Most a 40-es jobboldalán lévő településeknél ment is az ugolódás, hogy egyre jobban elárasztjuk ugye a jobb oldalt, és tudom, hogy már napok óta nem aludtam, és valaki mondta, mert nem mentem én itt vissza, mint tudom, hogy másfél hétig Nyíregyházára, itt volt ezen a bázison, a védekezési bázison voltunk itt, és tudom, hogy rábeszéltek itt, azt hiszem Petrovszky meg Veres úr, hogy tehát azért most már pihenj valami, egy óra alvás után felébesztettek, és akkor jött késő este, ez olyan kedda szakadás, olyan csütörtök péntek körül, jött egy telefon, hogy az 55-ös és a 60-as kilométer szelvénynek a körzetében rohancsuk, rendeljen meg az út felrohantását, nincs idővédelmi bizottság összehívására. Délelőtt volt itt a köztársasági elnök úr, nagykövet, mindenki az 41-esen meg tudjuk formalizálni. Beszóltam, hogy legalább valami bumácskát, valami faxot küldjetek már ki, mert azért kérdezem, Domokos urat, kiváló védelmi bizottsági titkáról volt, kiváló szakember, hogy jó, hát akkor, ha így van, én elrendem a robbantást, lőszer, trotil. Kiderült, az egész megyében nincs annyi trotil, hogy egy helyen felrobbantosan a 41-es, ugyanis azt tudni kell, hogy a 41-es az hadil. Tehát nagyon komoly alappal. És ugye ekkor hívom éjjel miniszterelnök urat, belügyminiszter urat, végül Fodor Lajost, a hadsereg főparancsnokát is felébresztettük, és jó, hát induljon el a szállítmány, ugye a trotil szállítmány Debrecenbe. De közben azért, míg ott nem tudtunk robbanóanyagot szerezni, addig azért elkezdtünk itt meditálni, hogy Jézus Isten, ha felrobbantom ezt az utat, hogyan megyek holnap tovább? És akkor ott istenes urék azt javasolták, hogy próbáljuk meg szerezni Caterpillart, és kezdjük el felbontani az utat. A sajtóképviselői finoman fogalmazva nem nagyon örültek, mert a csinadatra nem az, hogy bontja a gép az utat, hanem robban. Persze, hogy nem az az igazi showműsor. Na és elkezdtük bontani az utat nyilván másosna, mint ott távolabbi szakaszon a 60-asnál. Rendkívül nehezen tudja megmondani, stb. És hát a Fazekas úrék által tervezett 20 méter helyett nem engedélyeztem, csak 10 méter szélességben, mert igen közben tájékoztatott Hegedűs úr a közúttól, hogy 10 métert még át tudunk hidalni hiddal, illetőleg Domokos úr, hogy hidvető harckocsival ugye át tudjuk hidalni. És az történt, hogy mire már robbanóanyag jött volna, akkor jól látható volt, hogy szépen fel tudjuk bontani a robbantás szaggat, és rá fogjuk tenni a hidat hidvető harckocsival, tehát nem áll meg az élet, hát ugye el van öntve ekkora bereg. És hát finoman fogalmazott, nem volt felhőtlen a viszonyom a országos vízügyi szervekkel, ugyanis mikor lerakadtam a hidvető harckocsit, mert nem érkezett meg a minisztérium által küldött ugye két híd, akkor aznap éjjel egyszer csak megjelenik a miniszterelnök úr zsekibe, farmerbe, Bakondi úrral, éjjel egy terepjáróval. Se kísérlet, ezek a biztonságiak vannak ugye a kötelező, de egyébként nem. Na gyere, nézzük meg, hogy hol tartunk, itt szalonázott Tákuson, vagy Csarodán éjjel miniszterelnök úr éppen valami jó alvállalat szalonát tettek itt az őrködő, itt maradt emberek. És kifejezetten elismerését fejeztek a miniszterelnök úr a hidvető harckocsis hiddal, mert megoldottuk a problémát. Magyarul szívbajt kaptak egyébként a biztonsági emberei, akkor még futballozós kortolt, és az egyik pilléről úgy ugrott, tehát, hogy ugye alatta megy a víz. Tehát miközben néhány megdicsérve a miniszterelnök, másnap kapok egy dörgedelmes levelet, valami a sajtóban nyikhajánlom titkárnak neveztem a illető, valami ilyesmit írtak ott mérgembe. Kapok egy levelet, hogy mégis mit képzelek én, hogy itt hídvető harckocsi. Na, másnap megérkezett a híd. Olyan darulval, hogy hasra esett a darul, amikor meg akarta emelni. Na szóval, egy kicsit mi jobban urai voltunk itt a megyei vezetők, meg a megyei szakemberek, ez ennek az egész borzalomnak, ami itt volt.
mint sokszor az országos szerve, de kérem szépen, én nem arról vagyok híres, hogy különböző hatóságoknak, pozícióban lévő embereknek szoktam udvarolni, meg pedálozni, nem ez a tulajdonságom. De azért itt mondom, kérem, hogy azt ez a megye, ennek a megyének a lakossága az életbe generációkon keresztül nem fogja tudni meghálálni, amit az első Orbán kormány ezért a teljeségért tett. Tehát személyesen, ahogyan a miniszterelnök úr hozzáállt ez az egészhez, de az első perctől kezdve ember életben ne legyen kár, minél kevesebb legyen a kár. Azt, ahogyan vezényelte Pintér belügyminiszter úr, nem csak a védekezést belügyminiszteri szinten, hiszen a katasztrófavédelemnek ő a főnöke, hanem az újjáépítést. Itt azért istenes úrink tudnának róla beszélni, meg a polgármesterek is, hogy kőkemény elszámolások vannak, de egy határesetben, ahol felújítás vagy újjáépítés mellett kellett dönteni, mindig az állampolgárjával történt a döntés. Tessenek, legyünk büszkék a 10 évvel ezelőtti dolgainkra, azért, mert tessenek megnézni az elmúlt években, mi volt Észak-Magyarországon. Mik voltak ezek az Észak-Magyarország árvizek, amilyenhez képest? Mindenki köbméteket emleged itt a vízről. Kérem, ide egy balatonnyi vízszudó. Ehhez képest nem volt egy balesetünk. Nem ütközött össze két gépkocsi, nem volt haláleset, még a jószágok nagy részét is kimenekített. Az egész megye megmozdult, az egész ország megmozdult. Két nagyon kiváló embert ismertünk meg, akik nagyon-nagyon jól dolgoztak ki, Bakondi úr, meg Tatár Attila. Újjáépítésnél, ugye itt, az itt élő emberek tudják, minden héten, hétfőn védelmi bizottság ülés volt Budapesten Bakondi úrnál. Szerdán újjáépítési bizottsági ülés itt Vásárosnaményben az itt dolgozókkal. Azt mondják most utólag rólunk, hogy tegyük össze a kezünket, lábunkat, a Beregi minden idők legnagyobb tiszai árvíze az aranyvíz volt. Az volt. Az volt. Tetszenek tudni, megjelent az újságban az egyik nap, hogy a kormány úgy döntött, hogy három budapesti vállalat, tőkerős vállalat fel fogja építeni a házakat, felújításokat elvégzi, és majd utólag a kormány, hogyha jó minőségbe átadja, akkor majd finanszírozni fog. Minden bajom volt, kérem, hát a gyász, a szomorúság a nyakunkban ömlik itt, a budapesti vállalkozó meg elviszi a lóvét. Hát azért ez nem így működik teljesen. Ezonnal megkezdtem a cirkusz, de nem kellett nagyon cirkuszolnom. Másnap már Pintér úr leküldte Valenta és Bakondi urakat, és körülbelül fél óra alatt megállapodtunk, hogy rendben van a tőkeerős cégek, a miénk mögé Csányi úrék, az OTP, ha kell, mögéjük állnak, csináljunk egy hatfős konzorciumot, én elboldogulok, tetszeni tudna a szerződésekkel, látni akarom a konzorciumi szerződést, megvannak a jogaink benne, és ezután három megyebeli és három budapesti vállalat kezdett építkezni. Bárki megnézheti a konzorcium szerződést, előfeltétel volt benne, hogy alvállalkozóként elsődlegesen megyei vállalkozók legyenek, és beszállítóként is elsőséget éreznek mindenkivel szemben. Tudni kell, hogy katasztrófa helyzet esetén nem kell közbeszerzési törvényen szarakodni. Tehát, igen, nem kell. Közösleg. És kérem szépen, ez azért, azt hiszem, hogy elnök úr elmondta, ez akkor 50 milliárdos nagyságrend volt, kérem, ez a felújítás. Ugye, mikor elterveztük azt, ugye megbeszéltük, hogy különböző négyzetméter nagyságú épületet megterveztetünk, és ahány négyzetméteres volt az adott elpusztult lakás, olyat típusterv alapján igényelhet az állampolgár. Beszéltem Makovec úrral, és mondja, hogy ő nagyon szívesen segít, és hát mondtam neki, hogy Imre, hát nagyon köszönjük, meg felajánlod, de nem lehetne megtervezni úgy, hogy
hogy ha már megtervezitek ingyen, akkor hát tudjátok, itt annyi szép műved van, tájba élő házok, természetes, és azonnal felajánlotta ingyen és bérmentve, ott egy kis polémiót valamit tervezőn, mert nem nagyon raktak az első megérkezett tervekből, jól tudom, kémény. Tehát mondtam, hogy de azért nem, mert van gáz mindenütt. Mindenütt van gáz. És hát az a típusú kémény volt, én mondtam, hogy Imre, azért úgy csináljátok már, hogy itt azért az emberek elvizelik a gajot, ez egy szegény vidék. És tessenek megnézni, én végigmegyek a Beregen, azon kívül, hogy oda jönnek hozzám teljesen ismeretlen emberek, kezet fognak, hogy vagyok, stb. Ide tessenek figyelni, olyan gyönyörűek, a minden árvizes házon látszik, hogy ez Makovesz tervezés, ezt akkor építettük, megújult a Bereg. Én soha nem figyeltem fel arra az adatra, amit az elnök úr elmondott, de nagyon fontos adat. Alig mentek el innen az emberek. Tehát a mi fajtánk ragaszkodik a szülőföldjéhez. Tehát tényleg, ugyanis nagyon egyszerű volt, mert a miniszterelnök úr megígérte az újjáépítést, de azt is választotta, ugye az itt élő állampolgár, összedőlt a háza, mondjuk egy idős egy szál ember, és mondjuk a gyereke Dunántúlon élt, oda akart költözni, kártalanítva volt. Olyan szinten volt Gavallér az első Orbán kormány ebben az ügyben, kérem, hogy azért ugye tudjuk, hogy a biztosítási díjakat sem számolta be. Tehát akinek volt biztosítása, azt is megkapta. Ugye? Nem voltak viták, ügyvédek nem gazdagodtak meg a kollégáim ezeken az ügyeken, mert nem voltak perek. Megoldottuk magunk tisztessége békésen. Nem volt cirkusz. Elmondta az előbb elnök úr, hogy tulajdonképpen a gázszakadáshoz képest egy éven belül minden kész volt. Na most hát a ukrán-magyar együttműködés, itt az ukrán igazgatórakat én személyesen ismerem, hát azért tudnék egy-két érdekességet elmondani erről a kapcsolatról. Az idő megszépíti az emlékeket, de az itt lévők azért emlékeznek rá, hogy amikor átmentem az út átvágás után a küldöttséggel Ungvárra, akkor az akkori vízügyi miniszter, Zajac úr, jól mondom? Az, igen, környezetvédelmi miniszter, azt gondoltam, hogy nekem jön, ahogy elkezdett üvölteni a térkép előtt, ugye, mert én elárasztottam Kárpátalját, elkezdett ott élni, halni Kárpátaljáért, de míg Dúdinec úr, ugye a miniszterelnök helyettes Viktor Balogha meg Iváncsom közölte vele, hogy le lehet állni miniszter úr, mert minden egyeztetve volt. Tehát azt tessenek tudni, hogy bontottuk az utat, a fülemen volt a telefon, hogy Iván, ott tartunk, és tudtuk, hogy hol fog menni a víz. Ez a víz nem fog elpárologni, nem fog felszívódni, ezt el kellett vinni a Latorca vízgyűjtő területeire. Egyébként az út bal oldalán lévő lakosság, volt nekem olyan Tiszaldonyban, nincsenek ott a kommandósok, megvincselnek. Ő az, aki átvágatta az utat. A televíziós tábukat kitiltottam egyet, beengedtem, mert akadályozták a védekezést. Másnap a kárpátaljai ember között, hogy Helmeci rosszabb, mint Hitler, meg Sztálin, azt nem ütötte el Kárpátaljai. Hogy ne? Persze. Szóval de. Ugye én körülbelül 2 perc alatt szünetben elintéztem Pidér uréknál, hogy kapnak berepülési engedélyt az ukrán kollégák Ungváról helikopterre, nézzük meg, hogy mit csináltak. Indokolt volt, vagy nem volt indokolt. Végül ott meditáltak, és az ő hatóságaik nem engedélyezték, hogy ők berepüljenek, átjöttünk a határon, felszálltunk a magyar gépekre, és a miniszter úr is megtekinthette, hogy az utátvágásokat, útfelrobbantás, stb. És este már nagyon fontos volt a miniszterelnök úrnak, hogy legalább 3-4-szer oda jöjjön hozzám a vodkás üveggel. Nagyon jó barátok vagyunk. Tehát, hogy mondjam, azért, amit itt ment a pletyka, hogy felrobbantottuk a gátat, meg a frász tudja, az is ment azért, kérem szépen, hogy mi elárasztottuk Kárpátet. De hogy árasztottuk el, nem beszéltünk róla, mert a magyar ember sem nagyon értette volna, de én személyesen engedélyeztem például Védelmi Bizottság elnökeként, amikor a Csaronda töltés koronáján sok ezer köbméter vizet átengedtünk mezőgazdasági területre, kárpátaljai, egyébként magyar lakta településnek a tehermentesítésére.
nem akarok beszélni azokról a segítségekről, ami körülbelül egy perc alatt engedélyezte a belügyminiszter úr a 500 darab homokzsákot, meg még sorolhatnám. Előre haladt az idő, tehát, hogy mondjam, nagyon, nagyon sok mindenről tudnék, meg kellene még beszélni, amit úgy tudom, hogy elnök úr készül a parlamentbe hozzászólni. Én azt hiszem, hogy itt közfelkiáltással szavaznánk meg azt, hogy a miniszterelnök úrnak, a most is hivatalban lévő belügyminiszternek, Bakondi úréknak, és általában az akkori kormánytisztviselőknek köszönje meg az elnök úr a nevünkbe azt, amit értüntettek. Köszönje meg ismét az ország lakosságának, hogy megmozdult. 110-valahány millió forint volt a segélyszámlánkon. Abból csináltuk ugye a bútorokat a konzorciummal, megyébeli emberek gyártották, megcsináltuk azokat is. Tehát nem néztük, hogy elpusztult a bútor, megcsináltuk. A köszönet illeti meg, én azt gondolom, hogy a megye vízügyi szerveit, katasztrófa védelmiségét tudott, hogy a megye lakosságát, az itt élő embereket, a polgármestereket. Szóval egy fantasztikus összefogás volt a kivitelezőket, a tervezőket, Makovec úrékat, és én azt hiszem, hogy igazolom az elnök úrnak, az a baj, hogy mi magyarok csak katasztrófa helyzetben tudunk Isten igazából összefogni, de akkor azért meg tudjuk mutatni, különösen ez a megye a világnak, hogy bizony az összefogás az nagyon-nagyon nagy erő, és úrrá lehet lenni még a természeti katasztrófákon is. Még egy személyes dolgot azért hagyd mondjak el, hogy hogyan álltak itt az emberek, mondjuk például a vízügyesek, ahhoz, hogy itt éjjel-nappal dolgozni kell. Direkt felírtam, azt hiszem Kerti Andorról, úgy jól mondom. Kerti Andor rosszul lett, mert nem tudom, hogy a vízügynek a mérnöke. Rosszul lett, mert már nem tudom hány napja volt évre, itt vásárosnám én. És elsápadt orvos, mentő, és be kellett volna menni neki a kórházba, közölte, hogy adjon a orvosságot, nem menj, mert neki dolga van. Sosem mondtuk el, akkor nem csináltunk belőle különösebb reklámot. Én még egy személyes dolgot azért elmondani. Amikor Fazekas úrék éjjel felébresztettek, hogy el kéne rendelni, felrobbantani az utakat, azt sem tudtam, hogy hol vagyok hirtelen, és rendkívül módon fájt a hátam meg, akik a környezetemben voltak, tudták, hogy minden bajom volt. Azt hittük, hogy valami idegbecsípődés, hiszen napok óta nem aludtam. A mentősök is azt mondták, hogy majd elmúlik, nem is volt ott idő vele foglalkozni. Ez volt ugye márciusban, és ősszel már a megyeházán az első emeletre bírtam felmenni. Annyira nem volt terhelhető a szívem, magamtól elmentem orvoshoz, megállapított a Debrecenbe édes professzorról, körülbelül fél éve kihortam a lábon akkor az infarktust. Olyan mázlival, hogy az elzáródott erek melletti erek ellánták a hátsó falat, tehát egyébként halálos az infarktus, és egy szívműtétbe torkolott ez az infarktus, azonnali szívműtétbe, de ezt a megye lakossága ismerik, úgyhogy eléggé maradandó egészségügyi emlékeim is keletkeztek. Még azért nézek bele, ez volt a nagyon nagy jegyzetem, azért, mert hát ha valakit kifelejtettem, azokból, akiknek én azt gondolom, hogy nagyon fontos, köszönöm, elfelejtettem mondani, természetesen a megye rendőrsége, akik itt rendet tartottak, nem azért, mert rendet kellett tartani, hanem mert segítettek nekünk a rendcsinálásba, és hát fontos dolog, a karitatív szervezet, Mártai Szeretett Szolgálattól kezdve, tehát rendkívül sok karitatív szervezet volt, aki segítette a mi megyei védekezésünket. Nagyon-nagyon lényeges, még amit elfelejtettem mondani, bár elnök úr szerintem érintette, ugye ez egy református vidék, a templomok zömmel református templomok, és Böcskei püspök úrral bejártuk az összes templomot, meg a műemlékesekkel, és gyakorlatilag azt tudni kell, hogy valahogy tudta a magyar már Istán korában is, hogy hova kell tenni a templomot, mert általában a templomok legmagasabb helyen vannak. A legtöbben éppen csak, hogy bement a víz, de gyakorlatilag
a mezitlábos Notre Dame-ot, ugye Tákoson és ezeket a templomokat a kormány, tehát az Orbán kormány segítségével meg egyház is részt vett ennek támogatásra, gyakorlatilag felújítottuk a templomokat. Hát ugye a Lapos Pista tudna róla beszélni, hogy hogy nézett ki a templom, akkor, mielőtt Dávizoknál össze volt kötözve, minden irány volt, utána azért csak másképp nézett utána, amikor felújítottuk, tehát egyházi épületeket és középületeket, és arra is tetszenek ugye emlékezni, hogy első volt az újjáépítés se a lakóházaknak, az embereknek. Tetszenek emlékezni, voltak ilyen cirkuszok, Ján Virág utca, nem kell. Tudjuk. Az a szeretném befejezni, kérem szépen, azt tudjuk, hogy azért a víz az már csak olyan, hogy nem a kiváló beton alapú, meg kő alapú házakat dönt össze. A vályogfalú, vályog alapú, gyenge minőségű házakat. Ezekben a házakban kérem, általában szegény emberek laknak. Tehát itt nagyon szegény embereknek a tragédiája következett be, akkor, amikor dőltek a házak, több mint 2500 ház sérült károsult. Tehát az a kormányzati segítség, ami mi elmiatt a árvíz miatt jött, az ennek a térségnek a legszegényebb lakosságát sújtotta, és hozta a helyzetbe azzal, hogy emberi jó körülmények közé tudott kerülni. Én azt hiszem, hogy nem győzöm hangsúlyozni a köszönetet. Hősztályvezető úrnak mondom, az ukrán igazgató úr előadásából egy dolog volt nekem, de nagyon új. A 98-as iszonyatos árvízi adataik, ami egy dologra figyelmeztetésére tessenek nagyon odafigyelni. 98-ban náluk nagyobb volt a kár, mint 2001-ben, holott azért tudjuk, hogy hány száz falut öntött el. Ez azért van, mert ők kapják a Kárpátokból először a vizet, ugye itt még van 8 kilométeren folyik a Tisza. És ez azt jelenti, hogy annyi gátszakadás volt Ukrajnában, hogy víztározóként működtek az elöntött területek, és azt a vízdózist nem kaptuk meg, amit jó ukrán gátrendszer mellett megkapnak. Most náluk nagyon komoly fejlesztések vannak, nekünk nem szabad lemaradni, mert ugyanez a vízmennyiség nem fog Ukrajna meg Kárpátalja még egyszer víztározóként működni, ha ott nem szakad, akkor szakadik. És tetszenek tudni, kormányok jönnek, kormányok mennek, választások vannak, ígérgetünk. Megyesi úr, azért már csak elmondom, mert nagyon rosszul esik ez a dolog. Megyesi úr mellettem áll a Tivadari hídon, én mint közgyűlés elnök, nyilván eljöttem a szocialisták kampányára is, meg a másik fél kampányára is. Emlékszem, mit tudom, hogy valami piros dzsekibe, ott ígérte meg, hogy ha kormányra kerülünk, befejezzük a gátak felújítását. Hát azért kérem, hogy finoman fogalmazott, nem egészen így történt. Pedig, itt azért Fazekas úrtól már nem nagyon kell külön vízügyi szakember, különösen árvízi kérdésekbe, hiszen ő aztán már elég harcezett, most is azt mondja, hogy nagy a baj, tehát furcsa dolog, amit mondani fogok. Azt a vízmennyiséget nem bírna ez a gátrendszer, most sem, amit kaptunk 2001-ben. Azóta 2014-es vízállások azért nem voltak. Tehát itt már nincs itt Comba úr, de itt a mi megyénkben én elképzelhetőnek tartanám a közmunkaprogrammal úgy összekötni a gátépítést, hogy munkát adjon, kenyeret adjon, és ezt a veszélyhelyzetet hárítsuk el, mert ugye ezek látszólag egy nehéz gazdasági helyzetben lévő országnál fölösleges beruházások, de nem azok, mert ha szakad a gát, akkor utólag ki kell fizetni, itt mondta valaki, hogy amiért a bereget felújítottuk, azért a gátrendszert rendbe lehetett volna hozni. Tehát én azt kérném, hogy tessenek odafigyelni erre a problémára, mert úgy tűnik, hogy a szomszédok odafigyelnek, és egy kiválóan megépített ukrán gátrendszer az esetleg
egy nagyon nagy vízminőség esetén gondot okozhatna. Elnézést, egy kicsit személyes voltam, egy kicsit hosszan beszéltem, de hát nekem, úgy mondjam, amíg élek, egy maradandó emlékez meg hát, hogy mondjam, valahol egy kicsit büszke is vagyok arra, hogy kollégáimmal, az itt élő emberekkel azért tisztességgel, emberséggel helyt tudtunk állni ennek a térségnek az érdekében. Köszönöm, hogy